Tarna megyében elsőként vehette át a Steller Mária védőnői díjat Müller Anikó. 19 megyéből egy-egy és a fővárosból két védőnő kapta a 2020-ban alapított elismerést, amelyet a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom hozott létre és adott át Budapesten. A díj egyrészt elismeri a gyereket váró, az újszülöttes és a kisgyermekes családokkal törődő védőnök kitartó és kiemelkedő munkáját, másrészt felhívja a társadalom figyelmét a hazai védőnői hálózat fontosságára. Ez úgy történt, hogy a tavalyi évben a járási vezető védőnőtől kaptam egy kérdőívnek mondom, de igazán egy szakmai életút és szakmai szempontokból összeállított kérdéssor volt, amire válaszolni kellett, és akkor ezt ő tovább terjesztette, tovább adta. A járási vezető védőnő terjesztette fel a védőnőt, minden megyében a járási védőnő feladata volt ez, és ő ezt a kérdőívet továbbította, ő ajánlásával gondolom ez így történhetett, és úgy ítélt a 7-tagú zsűri, hogy érdemes vagyok erre a díjra. Nyilván ez a tavalyi évben történt már, és annyi minden történik az emberrel, hogy én emlékeztem rá, de hát nem tulajdonítottam, nem gondoltam rá, hogy ebből lesz valami, és most egy olyan 2 hete küldtek meghívót, névre szóló meghívót a vezetővédőnőnek, és névre szólóan nekem is. Nem volt jelezve a meghívón, hogy kitüntetett leszek, csak meghívnak az ünnepségre. Tehát igazából a meglepetés az ott derült ki, hogy megkapom ezt a díjat. Müller Anikó azt mondja, a gimnáziumban eltöltött évei után nem is volt kérdés, hogy milyen irányba tanul tovább, mindenképp védőnő szeretett volna lenni. A 2 éves védőnői képzés után pedig Bátaszéken kezdte meg munkásságát. Még minden fiatal nem gondoltam, hogy nekem ide kéne jönnöm Bátaszékre, de olyan 2 nyugdíjas kolléganő is volt, és nagyon vártak vissza engem, és eljöttem. És ezt nem bántam meg, mert itt maradtam 40 évig. Tehát 40 évig dolgoztam körzeti védőnőként Bátaszéken. Természetesen ez alatt kitekintettem a környező kis községekbe, falvakba, mert mindig volt viszonylagos kis üresedés, hosszabb, rövidebb időre egyesre mentek kolléganők, tehát Őcsény, Dercs, Sárpilis, Alsónyék, Báta, ezek a kis környező települések, őket is megismertem, de a munkahelyem az mindig Bátaszék volt. És ahogy korábban említettem, 40 év után innen mentem nyugdíjba, akkor a kolléganők visszahívtak, fél évet dolgoztam, fél év után akkor mondtam, hogy most akkor én kicsit megpihennék, és egy pár hét múlva jött a felkérés Bátára. És az egy igazi kis gyöngyszem volt az én munkámban, nagyon szerettem, egy kicsit másabb emberekkel dolgoztam, egy kisebb település, nagyon sok szeretetet kaptam, megbecsülést, úgyhogy nem bántam meg, hogy vállaltam még ezt a plusz 4-5 évet. A díjátadón nem szeretném ismételni magam, de én ezt mindenkinek elmondom, hogy a díjátadó Müller Cecília olyan kedves szavakkal szólt a védőnőkhöz, és többek között azt mondta, hogy a védőnői szakma egy kicsit a szelidítés művészete. Elfogadtatni magunkat minden családdal, ahova járunk, mert sokféle családhoz jártunk, járnak a védőnők, és úgy elfogadtatni magunkat, hogy azok a családok elfogadjanak bennünket, és elfogadják a tanácsaikat. És a tanácsokat őértük adjuk, hogy egészséges gyerekek nőjenek fel, és egészséges felnőttek legyenek belőlük. A nyugdíjas védőnő úgy látja, pályája kezdete óta rengeteget változott a szakma és maga a világ is. Ami azonban nem változott, az a hozzáállás, a szemlélet, melynek középpontjában a családok állnak. Ezt a szakmát, ezt nagyon meg kell becsülni, mert ahogy mondtam, sok idegen helyen jártam, és ugye nagy táskával jöttem, nem tudták, hogy én ki vagyok, mikor csengettem, még a régebbi időkben is, és akkor olyan gyanakodva néztek ki, hogy ki az, mit akar, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és hogy védőnő vagyok, és jöttem önökhöz, szeretnék családot látogatni, vagy egy újszülöttet. És megjelent a mosoly a legzordabb tekinteten is, és kinyíltak az ajtók, és a legbelsőbb életükbe engedtek a családok, bemehettem a hálószobájukba, megosztották gondjukat, bajukat a kisbabával kapcsolatban. Ez egy olyan csoda, hogy a családban részese lehettem ennek az örömnek, néha bánatnak, de ez is egy nagyon szép része a védőnői munkának.